Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szabálytalan közlekedés. Sokan nem tudják, milyen szabályok vonatkoznak az elektromos kerékpárokra. Tűzifával verték át, óvatosságra inti a vevőket a szekszárdi törvényszék szóvivője. Rettegnek a házukban, bármikor rádőlhetnek a falak a szedres melletti családra. Éremeső, egy aranyat és két ezüstöt szerzett a kajakos kútnai. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyre erősebb motorokkal szerelik fel a gyártók az elektromos bicikliket és rollereket, amik miatt azok már kis motornak minősülnek. Ráadásul, ha nincs rajtuk pedál, akkor is más szabályok vonatkoznak ezekre a járművekre, mint a sima kerékpárokra. Ezeket viszont sokan annak ellenére sem tudják, hogy ilyen eszközöket használnak. A rendőrség ezért azt kéri, mindenki informálódjon, mielőtt kétkerekű elektromos járművet vásárol. Többféle elektromos rollert is lehet kapni ezen a honlapon. Különböző erősségű motorokkal szerelték fel ezeket a járműveket. Ez az egyik legfontosabb szempont akkor, amikor az a kérdés, hogy kis motornak számít-e egy roller. 300 wattnál nagyobb motor esetén ugyanis igen. Ilyenkor pedig ugyanolyan szabályok vonatkoznak a használatára, mint például egy robogó esetén. Azok, akik segédmotoros kerékpárvezetőként közlekednek az utakon, azoknak minimum AM kategóriájú vezetői engedéllyel kell rendelkezzenek, vagy pedig B kategóriájú vezetői engedéllyel. Ezen felül a jármű vezetőjének bukósi csakot kell viselnie, valamint a járműre kötelező felelősségbiztosítást is kell kötni. Ha ezek közül a szabályok közül valaki a járművek közlekedésében nem felel meg, akkor az valamiféle szabálysértést követel. Így a 300 wattnál erősebb rollerekkel nem is lehet a járdán közlekedni, és bukós sisakot is kell húzni, ha forgalomba megy vele az ember. Hasonló a helyzet az elektromos kerékpárként eladott eszközöknél is. Sőt, ezek esetében még az sem mindegy, hogy pontosan milyen a jármű felépítménye. Kerékpárnak ugyanis a KRESZ szerint csak azt a járművet lehet tekinteni, amin van pedál. Vagyis ha az elektromos bicikliként eladott eszköz teljesítménye nem haladja meg a 300 wattot, viszont nem lehet lábbal hajtani, akkor is kismotornak minősül. Ha valaki segédmotoros kerékpárosként vesz részt az utakon, akkor annak mindenképpen az úttesten kell haladnia, nem vehet részt a közlekedésben a járdán, valamint hogyha a tábla azt tiltja, akkor a kerékpárutat sem használhatja a közlekedésre. És azt is kevesen tudják, hogy kerékpárosként a sofőr fogyaszthat alkoholt, de csak annyit, hogy biztonságosan tudjon közlekedni. Ha viszont kismotorral utazik valaki, akkor vele szemben a zéró tolerancia elve érvényesül. Szerdán kezdik kézbesíteni a 8 millió választópolgárnak az októberi önkormányzati választás értesítőjét. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében tájékoztatja a választópolgárokat, hogy benne vannak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának névjegyzékében, és arról, hogy melyik szavazókörben voksolhatnak majd. Az értesítőket a posta kézbesíti, és legkésőbb augusztus 23-áig érkeznek meg. Ha valaki nem kapja meg a magáét, akkor a jegyzőnél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Három Tolna megyei útszakasz is megújul a Magyar Falu program keretében. Pincehely és Misla, valamint Kocsola és Szakcs és Őcsény térségében is fejlesztésekre kerül sor. A Magyar Falu program pályázatai elsősorban mellékutak fejlesztését teszik lehetővé. Az egyes projektek esetében a munkák nagyságrendjétől függően 30-tól 180 napos átfutási idővel végezhetnek a szakemberek a teljes körű felújítási munkákkal, csak nem 250 kilométernyi szakaszon. Idén erre országosan 50 milliárd forint áll rendelkezésre. Már megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. Naponta 200 intézménybe összesen 13 millió könyvet szállít ki a posta augusztus végéig a tankönyv ellátó megbízásából. Az augusztus 1-én kezdődött és 20 munkanapon át tartó munka folyamatosan az ütemtervnek megfelelően halad. Összesen 4091 intézménybe jut így el az összesen 4600 tonnányi tankönyv. Az iskolákba előre egyeztetett időpontban érkeznek a könyvek, a kézbesítés várható időpontját 2 órás időintervallumban adják meg.
Tűzifával vertek át egy tengelici férfit. A trükk az volt, hogy nem annyit és olyan minőségűt kapott, mint amennyiért fizetett. A szállító ugyanis azt mondta neki, hogy erdei köbméterben számolja a tüzelőt, ami sokkal több, mint a sima köbméter. Csak hogy miután ledobálták a fát az udvarban, a sértett észrevette, hogy mégsem erdei köbmétert kapott. Ráadásul kemény fáért fizetett, ami sokkal melegebbet ad, mint a puha, mégis azzal kellett beérnie. Egy ismerősétől kapta meg a csaló tűzifaárus telefonszámát az átvert áldozat. A korábban már többször büntetett férfi egy fakereskedő kiszállítójaként dolgozott, innen tudott szinte korlátlan mennyiségű tüzelőt szerezni. Az áldozata 15 erdei köbméter tölgyfát akart venni. Ez az egyik legdrágább tüzelő, mert kemény fának számít, ezért jól lehet vele tüzelni. Az erdei köbméter több mint másfélszer annyi, mint a sima köbméter, vagyis 15 erdei köbméterként nagyjából 22 sima köbméter fát kellett volna kapni a vevőnek az általa előre átadott 270 ezer forintért, csak hogy ehelyett alig 13 köbmétert rakottak le az udvarában, ráadásul puha fából. A férfi feljelentést tett, az ügyben most született ítélet. A bíróság csalásvédsége miatt szabott ki büntetést a vádlottal szemben, mivel nem a megfelelő mennyiségű és minőségű tűzifát szállította ki a megrendelőnek, ezáltal kárt okozott a sértetnek. Sokan ilyenkor nyáron vesznek tűzifát, mert olcsóbb, mint télen, és még van ideje száradni is addig. A bíróság szóvivője viszont azt mondja, érdemes csak megbízható forrásból vásárolni. Felhívnánk a figyelmet arra, főleg itt a nyári hónapokban, amikor a tűzifát általában megvásárolják a sértettek, hogy legyenek a vásárlásnál mindig nagyon körültekintőek, és az elszámolásnál is, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló bűncselekmények. A tengelici férfit átverő csalónak most nem kell börtönbe mennie, az ítélet szerint ugyanis próbaidőre bocsájtotta a bíróság. Pedálos játékautót és egy terepjáró pótkerekének a takaró műanyag fedelét is ellopta korábban az a bonyhádi férfi, aki kábítószer birtoklás miatt került a rendőrség látókörébe. A férfi zsebében egy rutin ellenőrzés során találtak a rendőrök drogot, a házkutatáskor viszont a lopott tárgyak is előkerültek. A fiatal elkövető rendszeresen jutott pénzhez illegális módszerekkel. Volt, hogy a családtagjai kórházi ellátására hivatkozva vagy temetésre csalt ki pénzt helyiektől. Most összesen 9 rendbeli, 5 rendbeli lopásvédség, 2 rendbeli lopásbüntet, 1 rendbeli csalásvédség és 1 rendbeli kábítószer birtoklása vétség bűncselekmény elkövetése miatt kell felelnie. Bajban lehetnek a héten azok a vállalkozások, amelyek nem teljesítették határidőre a NAV felé kötelező adatszolgáltatásukat a 100 000 forintot meghaladó áfatartalmú adásvételeikről. Őket ugyanis a következő napokban kiemelten ellenőrzik az adóhatóság revizorai. Mintegy 1500 vállalkozás számíthat biztosan az ellenőrök érdeklődésére. Retteg egy szedres mellett élő család, hogy rájuk dőlnek a házuk falai. Az ingatlan borzalmas állapotban van, a tető több helyen beszakadt, a falak pedig szinte minden oldalon megdőltek. Azt szeretnék, hogy aki tud, segítsen nekik. Penészes falak a beázott tető miatt és hatalmas darabokban omladozik a vakolat a szedres mellett lakó család házában. Szedres jegeny és puszta közepén víz nélkül élnek napról napra. A család legidősebb tagja egy özvegynő, vele él egyháztartásban 2 fia és az egyikőjük párja. A legközelebbi település 7 kilométerre található. Térképen is mutatjuk, látszik, hogy Szedrestől messze van az épület, buszmegálló is csak 2 kilométer távolságra van, ezért télen odáig is nehezen tudnak kijutni, így munkát sem kapnak. A család tagjai szégyellik a rendkívül nehéz élethelyzetüket, ezért nem akarták, hogy megmutassuk az arcukat. Attól félnek, hogy az életveszélyes ház nem bírja ki a telet, rájuk omlanak a falak. Ráadásul a ház előtt egy korhat fa áll, ami rádőlhet az épületre. Félünk, mert itt volt nyáron is olyan vihar, hogy letörte a nyárfára az ágot pont a konyha tetőre. Ott látszik is az, hogy cserép letört. Meg hát azért félő az, hogy az a nagy nyárfa pont a házra. Mindezek mellett most nyáron az ivóvíz hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Az ugyanis itt nincs, a szedresi polgármesteri hivatal biztosít ballonokban nekik 3 naponta. De ez kevés, ők viszont nem tudják a faluból idáig elcipelni. Víz probléma is van. Meg hát nehéz körülmények között élünk. Mindenhogy láttak az épületeket is. Hát ez a legnagyobb probléma. A család tagjai azt kérik, hogy aki tud, segítsen nekik. Bármilyen felajánlásnak örülnének, de leginkább egy kis otthon szeretnének maguknak, amiben nem kéne félniük attól, hogy rájuk dől.
Azt tanácsolja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője a kerékpárosoknak, hogy végeztessenek bicikligravírozást. Ennek az egyszerű eljárásnak köszönhetően ugyanis sokkal könnyebb az ellopott kétkerekű járművek nyomára bukkanni. A gravírozás során megjelölt kerékpárok a rendőrség nyilvántartásába kerülnek, és fénykép készül a biciklikről, illetve egy matricával is ellátják őket, ami jelzi, hogy az adatbázisban szerepelnek az adataik. Ezután a nyilvántartásba vett kerékpárokat könnyen tudják azonosítani a rendőrök, ha azokat esetleg eltulajdonítják, és a nyomozás során előkerülnek. Tolna megyében már közel 1000 kerékpárt regisztráltak így a tulajdonosaik, a rendőrség folyamatos akciókkal is népszerűsíti a kezdeményezést. Tolna megyében legutóbb Faddomboriban és a Gemenci Nagydíjon volt lehetőség gravíroztatásra. Hoffmann Ervin és Kozman György kenus szereplése óta nem ért el ekkora sikert rövid távokon, olimpiai számokban is paksi versenyző a kajakkenu sportágban, mint Pup Noémi, az ASE 21 éves versenyzője. A Romániában lezajlott U23-as síkvízi világbajnokságról a sportoló ugyanis 2 ezüsttel és 1 aranyéremmel tért haza. Pup Noémi Tolna megye első U23-as kajak világbajnoka. A paksi sportoló a romániai Pitestiben a legértékesebb versenyszámban, kajak egyesben 500 méteren legyőzte a világ legjobbjait. Jól sikerült a rajtom is, úgy érzem. Az elején elhúzott egy kicsit a lengyel lány, de szerencsére nem nagyon ijedtem meg, és nem kapkodtam el a táv közepét, és éreztem azt, hogy 250-nél már jövök fel rá, és 200-nál indítottam, és akkor már látható is volt a sebességbeli különbség, és onnantól meg már próbáltam növelni, meg hát kitartani az erőmmel a végére. 3/4 hajóosztal nyerte a király kategóriát Pup Noémi, és ezt megelőző napon 1000 méteren csak 300-addal maradt le a végső győztes német lánytól, aki egyébként csak erre a versenyszámra készült. Én meg ugye főként az 500-ra készültem. Én elégedett vagyok azzal is, utána így hamar elengedtem, hogy második lettem, meg 33 ezeren, most már kicsit bosszant, hogy belegondolok, hogy 2 erősebb húzást találok valahol, akkor az meg is lehetett volna, de csalódottság nincs bennem. Pup Noémi egyébként egyike a világhírű magyar kajakkenuban a Kozák Danuta után eljövő korszak legnagyobb ígéreteinek. Hétfőn lezajlott a digitális átállás a TAR Kft. Kábel TV hálózatán. Ezzel egyidejűleg számos analóg TV csatornát lekapcsoltak, így a helyi televíziók is már csak digitális minőségben elérhetők, és több csatornának a helye is megváltozott, ezért a televíziókat újra kell hangolni. A Tolnatáj televíziót a TAR Kft. Hálózatán a 19-es, az RTV képcsatornát a 280-as programhelyen találják meg. Regionális híreink következnek. Közel 3000-en nyújtottak be kérelmet Baranyában, népszerű a családvédelmi akcióterv. Özönvíz, az iszappal küzdöttek a mernyeiek. Siófoki kutyagyilkosság, a házelnökhöz fordulnak a tüntetés résztvevői. Népszerű a családvédelmi akcióterv 4 új eleme Baranyában. Az egy hónapja indult kedvezményeket összesen mintegy 3000-en igényelték a megyében. A legtöbben, több mint 1600-an a babaváró támogatásra nyújtottak be kérelmet a kormányablakokban. Mint ismert, július 1-én indult el a családvédelmi akcióterv 4 új eleme. Ezek a falusi családi otthonteremtési kedvezmény, a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, valamint a jelzálog hitelekhez nyújtott támogatás. Baranyában kiemelkedik a babaváró hitel iránt érdeklődők száma. Egy hónap alatt több mint 1600 kérelmet nyújtottak be a kormányablakoknál. A második helyen a gépjármű támogatás igénylése van. Itt azokat a számokat látjuk, amelyek a kormányhivatalunkba, a kormányablakok ügyfélszolgálatába, illetve a saját családtámogatási osztályunk ügyfélszolgálatába érkeznek. Vélhetően országosan a baranyaiak sokkal több kérelmet nyújtottak be. A kérelmek benyújtását ugyanis megtehetik ügyfélkapun, vagy egyenesen a Magyar Államkincstár központi ügyfélszolgálatán keresztül.
A gépjármű támogatáshoz szükséges hatósági okmányt Budapesten állítják ki, így ott is bírálják el az igénylést. A többi kedvezmény esetében a kormányhivatalok intézkednek. Fontos azonban, hogy csak hiánytalan dokumentációt fogadhatnak el az illetékes szervek. Bár azt látjuk, hogy az érdeklődők először jönnek, majd utána hozzák a dokumentációt, de akkor tudunk gyorsan ügyintézni, és akkor tudnak ők gyorsan hatósági bizonyítványhoz jutni, ha a megfelelő dokumentumokat elhozzák magukkal. Így jutnak majd hamarabb támogatáshoz, legyen az gépjármű, vagy otthonteremtési, vagy a babaváró hitel korlátlan felhasználható terméke. Baranyában egyébként a falusi csok is népszerű. Az elmúlt egy hónapban 470-en igényelték ezt a támogatást. A jelzálog csökkentő kedvezményre pedig közel 250 kérelem érkezett a kormányablakokba. Hatalmas eső zúdult Mernyére, a víz nagy mennyiségű törmeléket és iszapot hordott a faluba, amely több utcát is elöntött. A károk felszámolása még napokkal később is tartott. Őrület. Tehát úgy tudtam beállni, hogy az autóval megálltam itt, mezítláb bementem, láthatjátok, hogy mekkora az iszap. Mezítláb oda bementem, kivettem egy lapátot, azzal elkotortam annyira, hogy az ajtót ki tudjam nyitni, azt újabban elkotoltam, hogy egyáltalán kinyíljon, mert állt az iszabban. Amit most látok, az már az, hogy nem iszabban áll annyira, és aztán bejutottam az autóval, de hát ez van, és vasárnap volt utoljára. Tehát időnk sincsen kicsit kipihenni magunkat, mert borzalom. A mernyeieknek az elmúlt időszakban többször is meg kellett küzdeniük a felhőszakadás okozta károkkal. Amilyen széles volt az út, olyan szélesen folyt a víz, és egy autó meg bele is ment a zárókba, végette már belecsúszott. Aztán hát nagy tumultus volt, mert nem tudtak elmenni az autók. Mernyén gyakoriak a felhőszakadások, ráadásul amióta a közelben zajlik a 67-es gyorsforgalmi út építése, a munkaterületről rengeteg hordalékot, iszapot hoz le a nagy mennyiségű víz. És most egyelőre a 67-es gyorsút építése miatt megváltozott vízlefolyási irányok okozzák a nagyobb gondot, tehát itt a 67-es bevezető szakaszán korábban ilyen mennyiségű víz nem jött le. Sajnos egy autó is belecsúszott az árokba. A másik problémánk az, hogy rengeteg iszap jön az építési területekről, amelyek az árkainkat telerakják, feltöltik, következésképpen az áteresztő képesség még inkább csökken. A hatalmas esőzés nem csak Mernyén, hanem a Siófok-Kaposvár vasútvonalon is fennakadást okozott. A víz ugyanis Mernye és Felső Mocsolád között alámosta a vasúti töltést, Mernye és Tap között pótlóbuszok közlekedtek. A hibát hétfőn délután 00:30-ra állították helyre a vasúttársaság munkatársai. Idén 22. alkalommal rendezték meg Sejjén a Városnapot. Az esemény a hagyományokhoz híven ezúttal is 3 napon át várta az érdeklődőket. Az első napon a képviselőtestületi díjak átadása után szabadtéri programokkal készültek a szervezők. A fesztivál sátorban a népzene, néptánc állt a középpontban. A tánccsoportok és együttesek műsoraira sokan voltak kíváncsiak, még az esős időjárás ellenére is. A színpadi produkciók mellett sport, gyermek és családi programok közül is választhattak a résztvevők. Szombaton pedig a futóversennyel indulnak a programjaink, horgászverseny, és a sportnál maradunk, a vasárnapi napon pedig úszóverseny. Szombati napon még fellépőként mindenképp meg kell említeni a csíkzenekart, ami nagy létszámú érdeklődőket vonz mindenkor hagyományosan maguk után, és hát tűzijátékkal zárul a szombati nap, és vasárnap a sporté, ahogy mondtam, az úszóversenyé. Az Agronapló és a Baranya megyei vállalkozó központ szervezésében idén is összemérték tudásukat a tanulók a Gazdanapok ászai vetélkedőn Szentlőrincen. A diákok különböző kreatív, szakmai és játékos feladatokat oldottak meg a verseny során online, majd a Szentlőrinci Gazdanapok ideje alatt. A megoldásokat egy 3 fős szakmai zsűri értékelte. A Dunántúli Agrár Szakképzőközpont intézményeinek diákjai számára idén is versenyt szerveztek a Szentlőrinci Gazdanapok szombati napján. A tavalyi sikeres programnak köszönhetően idén már 6 csapat nevezett a versenyre, köztük a Szentlőrinci iskola tanulói. Az Újhelyi Imre mezőgazdasági és közgazdasági szakgimnáziumba járok. Tökéletes hátteret nyújt, el tudunk vele helyezkedni majd a nagyvilágban, a nagybetűs életben.
azért választottam ezt, hogy családi gazdálkodásban gazdálkodunk otthon, és így meg tudom én is szerezni azt a pluszt, ami megvan már az öregebbeknek. Úgyhogy el tudok majd helyezkedni otthon, és akárhol a nagyvilágban. A feladatok összeállításakor a szervezők legfontosabb célja az volt, hogy a tanulók megismerhessék a többi intézményben folyó szakmai képzést, és ezzel átfogóbb képet kapjanak a mezőgazdaság egészéről. Szerintem nagyon jó volt a kérdések összeállítása. Bizonyára kevesen tudják, hogy a Gazdanapok rendezvénysorozat 26 éve a Szentlőrinci Újhelyi Imre mezőgazdasági szakképzőiskolából indult. Az első két alkalommal az intézményben tartották a szakmai bemutatót, aztán hamar kinőtte magát a rendezvény, és akkor költözött a vásártérre. Úgy néz ki, hogy 26 évvel ezelőtt jól tippeltünk dr. Péter Fia Tamással, mikor elindítottuk ezt a rendezvényt. Ma Dél-Dunántúl leglátogatottabb agrárrendezvénye, és tulajdonképpen ami ezen az agrárvásáron szakmából nem található meg, az igazából nincs is, vagy nem korszerű. Tehát minden itt van, aminek itt kell lenni. Idén három megyéből, Baranyából, Somogyból és Tolnából érkeztek a csapatok, akik korábban már egy kis filmet is elkészítettek. Az ott megszerzett pontokhoz adottak a gazdanapokon kapottak. Ez alapján idén a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium csapata lett a gazdanapok ásza. Mécses gyújtással csendben emlékeztek az állatvédők a néhány héttel ezelőtti siófoki kutyagyilkosságra. A gyanú szerint egy kutyabarátként hirdetett panzióban a tulajdonos agyonütötte a vendég Yorkiát. A tüntetés résztvevői minden nemű erőszak ellen felléptek, és jogszabályi szigorítást is kezdeményeznek. Ebben a siófoki panzióban történt a tragikus eset, amikor is a magát kutyabarát helyként hirdető szállás tulajdonosa egy vita hevében agyonütötte egy vendége kiskutyáját egy vascsővel. A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt indított eljárást. Az eset után a Facebookon szerveztek demonstrációt, volt, aki Budapestről érkezett a tüntetésre. Nagyon szeretem az állatokat, és felháborítónak tartom, hogy ugyan a törvény szerint már büntetendő, de hogy még senki nem kapott állatkínzásért letöltendő börtönt, és az Facebookon folyamatosan állatkínzásokról, elhagyott állatokról lehet hallani. Azt gondolom, hogy ennek véget kell most már vetni. Egyébként meg egy panziót üzemeltetek, úgyhogy azt gondolom, hogy vendéglátóként felháborító, hogy ilyet tehetett ez az ember, és tényleg nem maradjon büntetlen. A résztvevők csendben gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt kiskutyára. A megmozdulást budapesti állatbarátok szervezték, de a kezdeményezéshez természetesen a Siófoki Állatvédő Alapítvány is csatlakozott. Mindenféle erőszak ellen szeretnénk ma kiállni, ez nem csak az állatokat ért erőszak, a gyerekeket ért erőszak, a felnőtteket ért erőszak, bármiféle létforma ellen ért erőszak. Nem ez a konkrét eset hozott ma itt minket össze, hanem esetek nagyon-nagyon sokasága. A demonstrálók együtt az erőszak ellen feliratos transzparensekkel vonultak a siófoki főtérre. A résztvevők jogszabályi módosítást szeretnének, ezért a házelnökhöz fordulnak, hogy elérjék az állatkínzással összefüggő esetek büntetési tételének emelését. Az állatvédők azt is javasolták, hogy a kirívóan durva elkövetők ne szabadulhassanak kedvezménnyel, legyen szó kutya vagy embergyilkosról. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Szabálytalan közlekedés. Sokan nem tudják, milyen szabályok vonatkoznak az elektromos kerékpárokra. Tűzifával verték át, óvatosságra inti a vevőket a szekszárdi törvényszék szóvivője. Rettegnek a házukban, bármikor rádőlhetnek a falak a Szedres melletti családra. Éremeső, egy aranyat és két ezüstöt szerzett a kajakos klub Naim. Szerdán már hőségre, füllett időre van kilátás. Élénk időnként erősebb délnyugati széllel érkezik a meleg, napközben zömében napos idő várható gomoly felhősödéssel. Este, éjjel északról hideg front érinti az országot. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!